köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy az első tavaszi napok egyikén ilyen sokan eljöttek. Az Audmax esték ez fél évi beszélgetés sorozatát Gyáni Gábor professzorral fogjuk folytatni, akit most az én tisztem bemutatni nem olyan nagyon egyszerű dolog. Annyi biztos, hogy az eszmetörténet, tehát a magyar történészek közül ő az, aki elsőként, és az én meglátásom szerint máig a legintenzívebben foglalkozik eszmetörténettel, kultúrtörténettel, és egyáltalán az, hogy a politika történet mellett megjelent másfajta történetírása a magyar történettudományban is, az nagyon nagy mértékben neki köszönhető. Szerintem ezért sokan vagyunk neki hálásak, akik annyira nem rajongtunk a politika történetért, és látjuk azt, hogy van egy másfajta történet. És az apropó, ami minden estén szokott lenni, az ugye a legfrissebben megjelent könyve a vendégünknek. Ez Gyáni Gábor esetében a Nemzeti vagy Transznacionális Történelem című könyv, ami értelemszerűen nem szép irodalom, mint a legutóbbi alkalmak egyikén volt, de bizonyos szempontból, mint ahogy egyik vendégünk esetében sem, nem áll távol a szép irodalmi szemlélet, vagy az irodalmi szemléletmód, és ez a fajta eszmetörténeti szemléletmód. Még azt szeretném róla elmondani, megkérdeztem, hogy hány könyve jelent meg. Az biztos, hogy monográfia több mint 20, ezt a választ kaptam, és hát szerkesztett kötet megszámtalan, szó szerint megszámolhatatlan. Azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok körülbelül ismerik a munkásságát, vagy legalábbis a munkásságának egy jelentős részét, hogyha nem is olvastuk az összes 20-valahány kötetét, akkor is sokat olvastunk. Én először, az est címe, hogy a nemzet emlékei, a nemzet emlékei, és ezzel kapcsolatban is fogok majd nyilván kérdéseket föltenni, de azzal szeretném kezdeni, mielőtt még erre a könyvre rátérnénk, mert hogy tudom azt, hogy egy olyan kutatásra zárult le, ha minden igaz, akkor kb. Egy évvel ezelőtt, tehát úgy hozzávetőlegesen egy évvel ezelőtt, amelyik a nemzet születését, pontosabban a mostani, most használatos, ma használatos nemzetfogalom születését kutatta. Ez egy nagyon sok szereplős vizsgálat volt, és rendkívül sok aspektust vettek figyelembe. És aztán majd azt remélem, hogy eljutunk oda, hogy ez alapján, a nemzetfogalom alapján most a 20. század végén, 21. század elején mit mondhatunk arról, hogy egyrészt Magyarországon, másrészt Európában hogyan értékelődött tehát ez a fogalom, illetve mit lehet vele kezdeni, és hogy a történelem írás szemléletében a kettő egy ideig párhuzamosan haladt, hogyha minden igaz, akkor a történetírás kifejezetten szereplője volt az új nemzetfogalom megalkotásának a 19. században, és aztán hát a kettő elég erőteljesen szétvált. Úgyhogy én azzal szeretném kezdeni, Gábor, hogy a 19. századi nemzetfogalom, ez lenne az első kérdésem, hogy mi mindent, rengeteg kötet megjelent már azóta ebből a kutatásból, hogy mi mindent lehet összegzésképpen elmondani, hogy például a történettudomány, régészet, néprajz, és így tovább, mivel járult hozzá tehát a tudományos élet mivel járult hozzá a 19. században megszületett, nagyrészt ma is használatos nemzetfogalomnak a kialakulásához. Igen. Ez a kutatási program OTKA-ként indult, NKFIH-ben folytatódott. Kulturális nacionalizmus a nemzetépítés folyamatában címet viselte, a nézők között is van, aki tagja volt. Az Akadémia Bölcsészettudományi Központ, ez a neve most, amíg létezik, 7 humántudományi intézetet foglal magába, és az volt a cél, hogy integráljuk ennek a 7 intézetnek most már ne csak papíron integráljuk, hanem egy projekt keretében is a tudásanyagát. Erre épült is a nyelvészet, csak azért nem lehetett, pedig nagyon kellett volna
hogy hozzájáruljon, mert ugye az nincs benne a BTK-ban, de ezt egyszer pótoltuk, mert a Klárit meghívtuk egy eladásunk, tartson egy konferencián, és anyaga is úgytól megjelent a kötetben. Mert azért nyelvészet nélkül igen nehéz. Nos, ez volt az a papíron 25, de külföldiek is voltak, tehát 30-40-50 kutató működött közre végül is ebben a kutatásban. Mi volt a kitűzött cél? Az volt, hogy amit nemzetállam építésnek hívnak, nation building a nemzetközi irodalomban, 19. században Európa szerte folyik a fölépítés a nemzeti közösségek politikai, etikai, kulturális konstrukciójának, az annak a kreatív művészetek és a tudomány oldaláról milyen összetevői voltak. Az a koncepció volt, és az a kulturális nacionalizmus fogalom, ami egy bevett terminológia most már, hogy ne csak politikai ideológiaként, pártpolitikai törekvésként, stb. Vagy filozófiai eszmeként tekintsünk a nacionalizmusra, hanem azokra a gyakorlati, részben intézményt teremtő erőfeszítésekre, illetve diszkurzív gyakorlatokra, amelyek eredményeként létrejön és megcsontosodik az, ami a nemzet maga a mai napig, amely úgy gondolom, hogy globalizációtól függetlenül többé-kevésbé ma is két lábon áll. Tehát nemzeti kultúrában élünk. Benne élünk természetesen egy globális, kulturális világban is, na de most is magyarul beszélünk, egy magyar tudományos közösségnek az eredményeit próbálom itt továbbadni. Tehát létezik a humán tudományok körén belül biztos, létezik valami, és a globalizáció és a transzacionális törekvések vagy tendenciák ellenére még lesz jövője annak, ami nemzeti ebben a világban. Ez a legtartósabb. Nem örökérvényű, de viszonylag még mindig tartós. Tartósabb, mint mondjuk a gazdasági élet nemzeti bezárkózottsága, ami már szinte nincs, vagy a külpolitika, vagy a politikáknak az összehangolása, a jogrendszer, az mind már teljesen nemzetközi, akármit mondanak egyes politikusok. Jogharmonizáció folyt, ugye, éveken keresztül, tehát a magyar jogrendet hozzá kellett passzítani az európaihoz. Mégis a kultúrában vannak maradandóan nemzeti elemek. Ez hogy jött létre? A genézise volt nekünk a fontos, azt vizsgáltuk. Mondom, két síkon, intézmények síkján, illetőleg a diszkurzív gyakorlatok terén. A különböző tudományokban főként, és olykor ezen túlmenően is, tehát az alkotóművészetben is, a képzőművészetben például, vagy irodalomban. Azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mink van. Tehát, hogy mi az, ami ma is egy kohéziós erőt jelent valamelyest, ebben az egyébként meglehetősen dezintegráló világban, ahol a politikai, gazdasági, egzisztenciális kötelékek nagyon meglazultak a nemzethatárokon belül, és a tudományos életben is, hát erről majd később lesz bővebben szó, ennek a bomlásnak a jelei elég nyilvánvalóak. Vannak olyan országok, tudomásom szerint, ahol a social science, a társadalomtudomány egyre kevésbé nemzeti nyelven van például oktatva, művelve. Ilyen például a szociológia, a közgazdaságtan, ott már nem érdemes, mondjuk Hollandiában, ezt pozitíve tudom, Hollandiában már szinte nem is publikálnak hollandul ilyen tudományokban, csak angolul.
nem tartanak fel ilyen folyóiratokat, nem adnak ki ilyen könyveket. Tehát megyünk ebbe az irányba. Ez az irány a humán tudományokra nyilván nem áll, vagy nem áll annyira, mint a társadalomtudományokra. Hát a természetes élettudományokról is ne is beszéljünk, mert ottan csak az angol publikáció és az angol kommunikáció számít. Magyarul annak nincs impact faktor értéke, tehát olyan már nem is tesznek közé. Azért ez jól mutatja, hogy a kultúrának ezek az ágai, amelyek a tudományhoz tartoznak, teljesen elnemzetietlenednek manapság. Az utolsó bástyák, azok a történelem, az irodalom, a nyelvészet, tehát ezek a néprajz, antropológia és így tovább, tehát ezek a éppen a Bölcsészettudományi Központ égisze alatt összefogott intézetek, vagy azok egy része képviseli ezt. És ezért is fókuszáltunk ezekre a diszkurzív területekre. És te mit gondolsz, hogy egy picit ugorjunk oda, amit most mondtál, tehát kicsit ugye a 19. századra visszatérünk majd rá, hogyha úgy alok a beszélgetés, hogy nyilván most ez egy ténymegállapítás volt, amit mondtál, és nem biztos, hogy nagyon fair egy tudóstól azt kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy ez így van, de hát nem csak tudósok vagyunk. Te mit gondolsz erről, hogy jó az, hogy elnemzetietlenednek bizonyos tudom, mondjuk a társadalomtudományok, mert a szociológiának azért talán lenne mondani valója nem csak angolul, vagy kellene, hogy legyen mondani valója nem csak angolul. Most nyilván nem a tudományos életre gondolok, hanem mondjuk a tudomány népszerűsítése. És én nyelvészként nekem elég határozott véleményem van arról, hogyha nemzeti nyelven nem folyik tudományos élet. Hogy te mit látsz? Hogy hát látod ezt? Jó is, rossz is. Uh-huh. Tehát, nyilván a provincializmus leküzdve egy tágabb szellemi látókör érhető el ezen a területen, és okosabbak vagyunk talán, azt lehet mondani, hogyha kilépünk a szűk nemzeti keretekből. Egy ilyen kis ország esetében, mint Magyarország, ez még indokoltabb, mert én folyóiratszerkesztő is vagyok, néha több helyen is voltam, ez változó. Van arra rálátásom, hogy milyen, mondjuk példaként a budapesti könyvszemlét mondom, mert az minden tudományból közöl írásokat, 1989 óta még talpon vagyunk. Ha tudnák, hogy milyen kevés pénzből, akkor csodálkoznának. Tehát még az idén is fogunk kiadni folyóiratszámot. Szóval ilyen kis országban azért elég szegényes a tudományos választék, szakemberekben, tudásterületekben. Úgyhogy az egyáltalán nem baj, hogyha nincs bezárva ebbe a határba ez a provinciális tudománycsinálás. Ugyanakkor nem szeretem olyan nagyon minden tekintetben ezt a jelenséget. Tehát arra gondolok, hogy egyre távolabb kerülünk azoktól az emberektől, akik körülöttünk vannak. Egyébként is hihetetlenül izolálódik a szellemi élet és az értelmiség a világától, a társadalmát, a közvetlen környezetétől. Nincs nagy intellektuális érdeklődés széles körökben. Ami van, azt nem feltétlenül szeretné az ember kielégíteni, mert olyan módon kellene beszélnie. Ez a mi tudományterületünkön a public history problémája, úgy hívják. Nem olyan lehet lefordítani. Próbálkoztunk, de mindegyik idétlen magyarul. Tehát a public history-ben tudomány népszerűsítésnek is lehet nevezni. Hát azért először is az én kérdéseimet nem nagyon lehet public history-ben közölni, meg senkit nem érdeke, vagy nem olyan érdekes. Az, hogy most előkerült a pár hete a Teleki Pálnak egy levele, leadták a Fővárosi Levéltárnak talán a család, ami új fényt vett, úgymond, hát majd azért hónap megkérdezem, vagy hónap után a Ablóncit, aki a mellettem lévő szobában van, és ő a legjobb Teleki Pál szakértő, hogy tényleg új fényt vette egyáltalán, hogy ez csak egy
public history szenzáció. Hát van egy dokumentum, egy teleki öngyilkosságra készülő Teleki Páltól, egy levél, amelyik nem volt eddig ismert. Nem tesz hozzá semmit, valószínű az eddigi tudásunkat. Na ez érdekes a public history szempontjából. De az nem feltétlenül érdekes, amivel én foglalkozom, mondjuk. Illetőleg lehet érdekes esetleg, csak olyan módon kellene tálalni, amire én nem is feltétlenül vagyok alkalmas, vagy hajlandó. Tehát ezek a public history-t máshol, ahol differenciáltabb a tudományos élet és ez a tudomány népszerűsítés, az újságírók írják, vagy ilyen, vagy olyan bestseller szerző, Nigel Ferguson például, aki ilyen vaskos könyveket ír, összes témát föl sem lehet szólni annyi mindenről, népszerű könyveket ír, átmenet a tudomány és a nem tudomány között, de a bestsellereket tud előállítani. Magyarországon is van rá példa olyan történészre, aki magas színvonalon, de népszerűen tud írni. Hadd nem mondjam ki a nevét, neki tudja. Itt is megvitatták a legutolsó szintézisét Szegeden, hogy az interneten hallottam, olvastam. Szóval visszatérve, ha nemzetközi vé válik a tudomány csinálása, főleg a kommunikálása, az a humán és főleg a humán tudományokra nézve negatív következményekkel jár, mert elidegenedünk a saját magyar közönségünktől. És ez nem jó, mert én nem feltétlenül csak nyugati kollégáimnak akarok valamit mondani, hanem szeretnék a szomszédomnak is. Na de hát, hogyha angol nyelvű könyvekbe és folyóiratokba fogom ezeket közreadni, akkor ez számára elérhetetlen. Márpedig egy erős ösztönzés van ebbe az irányba, még a mi oldalunkon is, a legkevésbé persze itt, hogy ezt tegyük, mert ezzel lehet hát például állást szerezni, hogyha nekem holnap vagy két hónap múlva nem lesz állásom, nem kell annyira sajnálni, mert nyugdíjba megyek, de a kollégáimnak lehet sajnálni, mert úgy alakulnak a dolgok az akadémián, akkor fölmerülhet az, hogy hát akkor itt nincs tovább jövő, ki kell menni külföldre. És a világ számára magyar nyelv az nem kommunikációs nyelv, tehát angolul minimum kell ezt közreadni, amit kutatok, ezzel lehet érvényesülni, egzisztenciát teremteni, tehát ilyen szempontból jól funkcionál. De ez megint csak azt fogja jelenteni, hogy a legjobb tudósok elmennek innen, ami már egyébként zajlik is. Már az én osztályomról is elment. Április 1-ével valaki, legalábbis 5 hónapra egy ösztöndíjjal menekült egy fiatal ember a jelenlegi körülmények, aki 6 nyelven tud egyébként. Úgyhogy nem probléma neki, most éppen Németországban transnacionális témában egyébként egy projektbe becsatlakozni. Hogy ez, mert hogy a téma maga is olyan, ami ott hát nem Teleki Pál leveleket kell neki értelmeznie, az kit érdekel rajtunk kívül, hanem mondjuk kivándorlás, ami azzal foglalkozik egyébként. A kivándorlás az egy nagyon jellezetesen transnacionális kutatási téma, mert áthiddal különböző országokat, sőt régiókat, és egy internacionális mozgás és tapasztalati terület, amit érint. Tehát nagyon ambivalens vagyok. De hát az az igazság, hogy ez egy objektív folyamat, lehet a viszonyunk hozzá ilyen vagy olyan, attól ez még van. Ezért kérdeztem rá, mert ezt éreztem abból, ahogy beszéltél róla az előző kérdésem kapcsán. Én most meg azt érzem, hogy bedobtál nekem egy ilyen triggert, hogy térjünk át a transznacionálisra, mindjárt át is térünk. Nem feltétlenül, mert a nemzetről még lehet beszélni. Jó, nem csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én abban látom, ha szabad nyelvészként ennek a veszélyeit, hogy egy ilyen fordított folyamat megy végbe, mint ami a 18. század végén, 19. század elején, hogy ha nincs magyar nyelvű publikáció bizonyos tudományágakban,
akkor előbb-utóbb tankönyvet sem nagyon lehet írni, mert nincs magyar szókincs mindarra, amit... Így és van. Akkor viszont hogy tanítjuk a 6 éves gyereket? Azt már csak nem angolul, mert az nem lenne különösebben szerencsés. Tehát sok szempontból nem lenne szerencsés. Tehát ez különösen kellene vigyázni erre, meg hát sajnos tudomásul kell venni, hogy akkor kétféleképpen kell publikálni ez a helyzet, és hát ráadásul a... Hát ez folyik. Igen, tudom, csak azt mondom, hogy nem lehet teljes, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy persze, mert nekünk akkor dupla munkát kell, igen. De hát egy ilyen folyamat, de ez egyébként a biológiában is lehet a vége, hogy egy idő után eltűnik a magyar terminológia, vagy a kémiában is lehet a vége, hogy egy idő után eltűnik a magyar terminológia, és akkor nagyon nehéz lesz mondjuk 10-12 éves gyerekeknek kémiát tanítani, ha csak nem mindent angolul akarnak természettudományokat tanítani. Úgyhogy ennek persze van ilyen veszélye is. Akkor beszéljünk még egy picikét a játkötésre, talán az, hogy a 19. századi klasszikus és általunk jól ismert nemzettudatnak. Mert azt mondtad, hogy ez nagyon, nagyon stabil, nagyon tartós. Én is azt hiszem, hogy az. És én is azt gondolom, hogy ennek még hosszú jövője van. Nem tudjuk, hogy meddig, de hogy van, az eléggé nyilvánvalónak látszik. Hogy szerinted mi adja ennek az erejét? Szóval a középkor és a koraújkor univerzalizmusa helyébe lépett nacionalizmus és nemzeti közösség egy nagyon modern világot teremtett minden tekintetben. Ez egy roppant furcsa dolog, mert a modernitás egyébként nemzetközi, kozmopolita, teljesen uniform. Én várostörténész vagyok elsősorban, és leginkább metropoliszokkal szoktam foglalkozni, azt is tanítom több egyetemen, és nagyon könnyű nekem transnacionális várostörténetet művelni, meg tanítani, mert London, Párizs, Berlin, Bécs, Budapest, vannak különbségek, de alapvetően egy entitás. És az azonosságok mellett csak mellékesen kell foglalkozni a különbségekkel. Tehát ez a nagyváros maga az a modernitásnak a legtisztább megnyilvánulása. Már a 19. században is ez mai napig így van. Na most, egy ilyen feltételrendszer mellett, hogy tehát a modernség, modernitás, ami a 19. századdal teljesedik ki, vagy indul el, és aztán a 20. században terjed el egész világon, egy vele ellentétes folyamat is bekövetkezik. A nemzetek zárt közösségeinek spirituális, olykor lelki közössége, ez a nemzeti identitás, amikor a spirituális szót használom, a nemzeti identitás, ami nem patriotizmus, az korábban is volt, patriotizmus. Mi a különbség az? A patriotizmus és a nacionalizmus, vagy a nemzet, modern nemzettudat között az a különbség, hogy az a hely, ahová születtem, ahol élek, ahová tartozom, ahhoz van egy pozitív érzelmi, főleg alapvetően érzelmi, emocionális kötődésem, de ez akár több is lehet. A nacionalizmus azonban egy ideológia, amely a teljes önazonosság tudatra kiterjed. A patriotizmus nem terjed ki erre, az csak részben mozgósítja az embernek a lelki és szellemi energiáit. A nacionalizmus az teljes személyiséget igénybe veszi, ennek az állampolgárság talán a legjobb intézményesülési megnyilvánulása, csak tisztelt a kivételnek, csak egy állampolgár lehetek. Egy állam lehetek az állampolgára. Ugye? Hát az most, ami most a kettős állampolgársággal történik, az egy olyan deviancia, amivel nem akarok belemenni, mert politikailag érzékeny téma, de az tulajdonképpen nonsens. Az nonsens. Gondoljuk végig, hogy ha netán Románia és Magyarország között kitörne a háború, akkor mi lenne a kettős állampolgárokkal? Akkor őket besoroznák a román hadseregbe, mert alapvetően mégis román állampolgárok,
És hogyha nem akarnának a másik állampolgárságú felük ellen harcolni, akkor hát akkor nem tudom, mit csinálnak. Akkor vagy ide menekülnek, de akkor meg viszont ugyanaz történik, tehát akkor Románia ellen kéne harcolniuk, vagy elhagyják ezt az egész régiót és kivonják. Tehát ez nonsens, ugye? Az identitás az szinguláris. És ez egy jó kifejezi azt, azt az újdonságot, hogy az ember hovatartozását egyetlen államilag szavatolt közösség felé kötik le. Ilyen nem volt korábban, soha. Ez a nacionalizmus alátámaszt, hát azonnal rá is térve a történetírásra, mivel például az, hogy időben kiterjeszti ennek a képzelt közösségnek, ahogyan Benedict Anderson elterjesztette ezt a kifejezést a nemzeti identitásra vagy önazonosságra, hogy egy képzelt közösséghez tartozunk, hiszen a közösség maga az makro közösség, tehát nagyon kevés emberrel lehetünk tényleges közösségi ismeretségben és kapcsolatban, milliós nagyságrendű népességről van szó, amelyet mégis közösségként képzelünk el a magunkénak, oda tartozónak, mint egy család, mint egy rokonság, mint egy szomszédsági kör, azt kiterjesztjük, ezért képzelt. De ez azon a tényen nem változtat, hogy olyan erős köteléket tud a modern nacionalizmus kiépíteni az egyén és a ezen képzelt közösségek közé, amely akár erősebb is lehet, mint a kis közösségekhez való kapcsolódás, amelyik egyre gyengül. Hova már az a rokonsági kötelékrendszer, ami integrálta az embereket? Én azt tapasztalom, hogy nagyon meglazult a mi mai életünkben a rokonsági kapcsolatrendszer. De az emberek még ma is talán képesek lennének, olykor esetleg meg is halni a nemzetért, ugye? Tehát, hogy olyan önfeláldozásra lennének képesek. Tehát egy ellentmondást akartam itt bemutatni, az, hogy a modernitás az szétzilálja a közösségi integrációkat, individualizálja, és minél sikeresebb ez a modernizáció, és erre mondják a történészek, hogy már a feudális, hát nem tudom én, anakronizmusokon túl vagyunk, na ez azt jelenti, hogy olyan mélyen individualizált a társadalom, olyan fejlett személyiségekből áll, ez aztán akár el is atomizálódhatja, tehát teljesen szétesik egyénekre, és eközben egy teljesen ellentétes folyamat eredményeként nagyon erős nemzeti közösségbe kovácsolja őket. Ezek másként funkcionálnak, máshol funkcionálnak. Az ellentmondás igen jól kijön például akkor, amikor az emberek elvándorolnak. Az elvándorlásra a modern helyzet teszi képessé, alkalmassá őket. Sőt, meg is követeli tőlük. A mobilitás, tudnék, a modern dinamikának az alapja. Ha az emberek mozognak, akkor egyre jobb és jobb helyzetbe hozzák saját magukat és a közösséget, amiben tartoznak. Mert ott is a munkerejük ott hasznosul, ahol a legoptimálisabban hasznosulhat. Ők maguk ott érvényesülnek a legjobban, ahova elmennek, stb. Stb. És ez olyan mértékű lehet, hogy transznacionális léptékű. Tehát fogják magukat és elmennek Amerikába, mint tették a 19. században, a hosszú 19. században, ez 14-ig tartott, a kontinentális Európa népei, sőt nem csak a kontinentális Európa, hát az írek kezdték, amely nem kontinentális Európa, a skandinávok is bekapcsolódtak, tehát egész Európa Egyesült Államokba tartott, 50 más számítások szerint későbbieket 60-80 millió ember települt át. Honnan? Olyan országokból, olyan társadalmakból, amelyeknek a nemzeti megkötő ereje közben ekkor vált igazán nyilvánvalóvá. Nemzeti közösségekbe szerveződtek, és áttelepültek ezek az immár erős, nem patriota, hanem nemzeti identitás tudattal bíró emberek tömegesen hagyták el ezt a
közösséget, mert más impulzusok hatottak rájuk. Na de az ellentmondás az nyilvánvaló volt, mert úgy tekinthettek rájuk azok, akiket itt hagytak, hogy gyökerüket vesztették. Ez a gyökér metafora, ez még gondolják, Ijész Gyulának a Kádár korban van egy olyan eszélygyűjteménye, hogy hajszált gyökerek. Tehát ő is állandóan a gyökérről beszél, ő ugye egy nemzeti gondolkodó volt. A nacionalista gondolkodás számára ez a metafora, a gyökér, azt fejezi ki, hogy aki elhagyja azt a helyet, ahová született, és aminek tulajdonképpen a nemzeti közösség adja az intézményes keretét, az elveszíti a gyökereit. De közben a modernitás nem, hogy kikényszeríti, lehetővé teszi, kikényszeríti, sőt ösztönzi, hogy erre, hogy ezt tegyék az emberek. Egyszerre nagyon megerősödik az nemzeti identitásuk, miközben egyre erősebb az impulzusuk, hogy mehessenek. Tragédiaként élték meg az amerikai bevándorlási kvóták bevezetését Európában, amely minimálisra korlátozta a kelet-európában befogadhatóak számát, mert már nem mehettek a 20-as évek elejétől kezdve, pedig az emberek még mentek volna, azok is, akik mélyen nacionalisták. Sőt, sokszor az oda kiérkezettek lettek egyre nacionalistábbak, ez a szlovák eset, ugye? A szlovákok itt nem voltak különös, még talán patrióták sem nagyon, de hát nem volt komoly erős nemzeti identitásuk, egyébként ma sincs, úgy tudom, a szlovák nemzeti identitás nem egy olyan erős konstrukció. Viszont ott, Amerikában, főleg a papjaik jó voltában, meg a egyéb propaganda tevékenység hatására nagyon lelkes szlovákok lettek. Az egész szlovák önállósulási, szerpartista törekvéseket onnan generálták Amerikából, a kimentek, a gyökértelenek. Szóval ezek olyan furcsa ellentmondások. Na, visszatérve a történetíráshoz. A történészek dolga lett, többek között a történészek dolga lett, hogy belehelyezzék egy kontinuus időbe az individuumokat. És azt tanítsák nekik, hogy ti nem csak úgy benne vagytok a jelenben, mindenféle gyökér nélkül, hanem ti az időben visszamenőlegesen folyamatosan létező közösségbe születtetek be, ti csak folytatjátok a generációknak az egymás utánját, és ez kötelezés benneteket, ez ad nektek egy tartást, hogy ti egy olyan népnek vagytok a tagjai, amelynek az időbeli léte hosszú, visszanyúlik legalább a késő antikvitás koráig, amikor a dinasztikus királyságok, államok létrejöttek Európában, a magyaroknak kicsit később, de az is hát 9.-10. századra tehető. Ez egy folytonos történet. Az idővel transzcendálja, az időbeli meghosszabbításával a létünknek, hogy visszamenőlegesen meg van hosszabbítva, nekünk, magyaroknak itt már 1000 éve itt van a honunk, meg van erősítve az, hogy mi együvé tartozunk. És ezt a munkát, hogy bebizonyítsa az embereknek történetek formájában, hogy ti egy ilyen háttérrel rendelkeztek, a történészek dolga volt. Sokkal inkább, mint másoké, mert mondjuk az irodalomtörténet, vagy az irodalomtörténet. Az irodalomtörténet nem tud visszamenni, hát kínos, keservesen halotti beszédeket lehet említeni, de hát azért szegényes dokumentációja annak, hogy nekünk már az irodalmi nyelvünk az 1000 éves, az alig értjük a halotti beszédet, hát ez volna a magyar nyelv, és itt tovább nincs. Na de a történelemnek mondjuk az államhoz köthető eseménysora az viszonylag jól ismerten előadható, úgy mint egy folytonos, ugyanak a népnek egy folytonos assága az időben. És ez azért olyan roppant hatásos, mert közben szekularizálódik a tudat, tehát egyre kevésbé vallásosak az emberek, egyre kisebb a vallásnak a közösség teremtő ereje, ami tehát transzcendálja az elszigetelt egyént, összeköti a túlvilággal, a túlvilággal is, meg a felvilággal is. És ezt a hiányt, ezt a keletkező hiányt, ami a szekularizációval előáll, hogy az ember transzcendálható lényként képzelhessen
képzelesse el magát, gondolhasson magára, a történelem hirtelenjében megoldja. Az időben kiterjeszti az egyéni létezést, hatáját. Én nem pusztán ma tartozok valakikhez, hanem már ezer éve tartozok ugyanazokhoz. Ez egy olyan támaszték, egy olyan lelki támaszték, amit diskurzíve is meg lehet alapozni. Tehát a történészek bemennek a archívumokba, amelyeket általában a kora újkorban hoztak létre, vagy a modernkorban, inkább nálunk a modernkorban, még a 19. század 1870-es évek előtt nem volt országos levéltár, 75-ben azt mondom, akkor hozzák létre. Tehát családi kezekben vannak archívumok, azokat összegyűjtik. Ott össze van aztán gyűjtve valami dokumentáció arról, hogy mi volt a múltban, és ezek alapján látszólag tudományos módon be lehet bizonyítani jó történetek előadásával, hogy mi az időben folytonosan benne élünk. Na ez a nemzeti identitás alapja. És ez egy térhez köti. A nemzet teréhez. Ami nem más, mint egy államhatárok által körbe szabott hely. Nagy nehezen mindenhol meghúzzák ezeket. Mert skandinávoknál például egészen mesterséges új határok. De azt mondják, hogy ez már régóta így van. Vagy vannak imaginárius határok, hogy elképzeljük, hogy valamikor ilyenek volt Morva, Nagy Morva Birodalom, ugye? Egy képzelt késő antikvitásbeli szláv formáció, aztán ezer évig nincsen. Visszaálmodjuk magunkat ebbe a térbe. És a tér és az időnek ez a megfeleltetése, na ez maga a nemzeti identitás, és a történészek a legalkalmasabbak arra, hogy ezt elhitessék velünk, hogy ez egy tudományosan bizonyítható tény. De ennek azért nagyon szerves előzményei is voltak nyilván a 19. Tehát amennyire én emlékszem rá, hogy a krónika szerzők azért ugyanezt csinálták lényegében, és nem csak a királyi családot vezették egy idő után vissza régi akár családokra, akár uralkodóra, hanem hát magát a népet is megpróbálták, ott nyilván minden nép a Bibliából származott, tehát egy bibliai háttér is volt mellé téve, de a bibliai háttér mellett mindig volt már egy, ne nevezzük akkor nemzetinek, mert más volt a szó jelentése, de bizonyos szempontból etnikai háttér, ha jól gondolom. Hát az etnicitás és a nemzeti, az nem egészen azonos. Igen, igen, igen. Az etnicitás nagyon jó használható, mint alap, de hát azáltal, hogy politikai tartalmat vetítünk bele, ezt Max Weber utalt erre, és igazi teóriát ebből Szűcsjenő csinált, bár egyébként nem említette, hogy Max Webertől olvasta, erre én nem, elég későn jöttem rá én is. Én Szűcsjenő csodálom, és hihetetlen nagy, a legnagyobb magyar történésznek tartom, úgy szólván. Ő azt mondja, ugye, hogy a modern nemzetnek a etnikai és a politikai elvek fúziójában áll a lényege, amik a kettőt egyesítik. Tehát etnicitás ma is rendkívül sokféle van, etnikai tudatok, de hogyha abból, ahhoz nem társul mondjuk államalkotói akarat és sikeres törekvés, akkor nem lesz belőle nemzetállam. Kurdok esete például. Törekvés társul, a siker nem hozzá. Tehát egyszer nem képesek egy diaszpora népet, egyetlen állam, etnikailag megalapozott állam égisze alá betuszkolni. Ez a 18. századtól kezdve folyik ez, olyan a 20. században is, ez megtörtént. Úgyhogy oké, az előzmények természetesen van, az előzményeket csak proton nemzeti előzményekként lehet kezelni, aminek a valóra váltása vagy megtörténik, vagy nem. Hiszen nem minden törekvés vezet sikerre. A kurd az csak egy példa például. De hát annyi ilyen etnikai közösségnek nem sikerült, mint ezt itt környékünkön sem megoldani. Ezek a kisebbségek, akik azok maradnak. A különbség azonban abban áll, hogy ez a modernitás, ez más politikai feltételeket hoz működésbe. Például az egyenjogúságot. Vagyis, hogy minden ember jogilag egyenlő.
mondhatni azt, hogy teljesen demokratikus alapra helyezi az önrendelkezés elvét. Tehát nem arról van szó, hogy én valaki népének a tagjaként közös őszöktől származom, hanem azt jelenti, hogy én veled az uraimmal is egyenrangú emberként származom valami közös őstől például. Ez nagyon nagy különbség. Tehát soha a jogegyenlőség előtt, tulajdonképpen modern nemzeti identitás, jogegyenlőség jogi intézményesítése előtt modern nemzeti identitás a ma ismert formájában nem volt elképzelhető. Csak azáltal és akkortól válhat ez sikeres nemzetépítő törekvéssé, ha létrejön a jogegyenlőség. Ennek az alapján történik meg, hogy ennek millió következménye van. Például az a következménye, hogy más nem mondjak, ez nekünk fontos, hogy minden embert megilleti az iskoláztatás joga. Amíg nincs jogegyenlőség, nem illeti meg. Lehetnek olyan felekezetek, ilyenek a protestánsok, és ezért a skótok, akik először sikeresek az alfabetizációban. De az is csak egy partikuláris dolog, és egy felekezet tagjaira terjed ki. Ha már abban az országban több felekezet él, akkor nem feltétlenül igen. Tehát a mindenféle fajtól, nemtől, stb. Független jogegyenlőség az az alap, amin egy modern nemzet elképzelt közösségként tényleg intézményesülhet. És elfogadható az emberekkel teljes szívből, hogy ők ennek az egymással egyenjogúként elképzelt és megvalósított közösségnek történelmi jogon a tagjai. Jól gondolom, hogy ez akkora erő, hogy bármilyen törekvések vannak, nagyon erőteljes törekvések, mondjuk egy európai identitástudat kialakítására, és hát nyilvánvalóan van is európai identitástudatunk a közös kultúra alapján, és így tovább. De az a fajta államisággal, unió ide vagy oda, az a fajta államisággal összekapcsolódó kulturális identitástudat, ami a 19. században kialakult, és ami ma is jellemző, nem csak Magyarországon, hogy ez olyan erő, hogy tulajdonképpen blokkolja az ennél erőteljesebb közös európai identitás kialakulását? Részben emiatt, igen, hogy ez annyira ösztönünké vált, tehát szinte ösztönössé vált ennek a odatartozás tudatnak a vállalása, hogy ebben születünk be. Tehát az emberek úgy gondolják, hogy ez a második természetű. Ez egy természeti dolog, nem az egyébként, természetesen egy tanult kultúráról van szó. Az ember már kisgyerek korától egy anyanyelvet megtanul, ugye? Tanul. Tehát bármilyen anyanyelvet megtanulhatna, attól függ, hová születik. Hát ez nyilvánvalóan nem. Azzal, hogy én megtanulok egy anyanyelvet, még nem szívom magamban a magyarság tudatot. De rajta keresztül magamban szívhatom. De többről is szó van itt. Valójában az európai nagyon, nagyon összetorlódott régió, a globusznak egy olyan része, ahol túlságosan közel vannak egymáshoz ezek a nemzetek, és túl sok van belőlük. Túl nagyok nincsenek, a legnagyobbak sem olyan nagyon nagyok, Anglia, Franciaország, Németország, hát a legnagyobbak, amelyek egy mondjuk egy amerikai kontinens államaihoz mérve, hát nem tűnnek a nagyon nagynak. És aztán hát mennyi kicsi van. Na most ezeknek a történelme folyton összegabajodott az évszázadok során. A modern államok megszerveződésével pedig mondhatni rendszerré vált az ellenségesség, az ellenségeskedés. Azon egyszerű oknál fogva, ez a szociálpszichológiából tudjuk, hogy az, hogy ki vagyok, az onnan tudom, hogy más vagyok, mint te. Tehát a másság tesz engem én önmagammal. No, hát ez közösségi szinten is így van. Tulajdonképpen az ellenség kép, az, ha úgy tetszik, pozitív nemzetteremtő erő. Ha tudom, hogy vannak ellenségeim, és azok rendszerint a szomszédaim,
És minél erősebb az ellenség kép bennem, annak a hatása, annál jobban összetartunk, annál erősebb nemzetként vagyunk képesek magunkra gondolni. Nem is kellene nyílt konfliktusok, azok is vannak, elég bőven vannak. Csak az elmúlt 100-200 évben micsoda szörnyű konfliktus sorozatok voltak. Európa megtizedelte magát a háborúkban, úgy összeugrottak mindenki, valakivel szövetkezett, valakik ellen. Sebeket ejtettünk, kaptunk. Szóval az ellenségeskedés az mindig is bele volt kódolva, mindig bele van kódolva a közösségek egymás mellett élésében, de a nemzetállamokkal ez a dolog fokozódik. És mondhatni, hogy miután annyira mély identitások, közösségi identitások jönnek létre, elmélyül ez az egymással való gyanakvó viselkedés. Másképp tekintünk, hát átépjük a határt. Gondoljanak végig, átépjük a határt. Ami manapság már itt ebben a régióban nagyon könnyen megy, már nem is tudjuk, hogy mikor lépik át a határt. De azért még most tudatában vagyunk. Kivéve, ha Ukrajnában megy ez. És mindjárt azt próbáljuk meg észrevenni, hogy miben más. Mások a házak, másképp néznek ki az emberek. Történetesen egy olyan határt lépünk most át, amely 100 évvel ezelőtt még nem volt az, mert egy birodalomban éltünk, ahol a délfele, itt nagyon közel van Szerbia, Szerbia fele nem volt határ, ugye? Tehát az egy ország volt. Etnikai másságot, arra lehettünk, hogy odafigyelünk, de nemzeti másságot nem próbáltunk keresni, mert az nem volt egy másik nemzet. Tehát az vált második természetünké, hogy ami a nemzeti határokon túl van, az eleve más. Vagy jobb, vagy rosszabb egyébként. Hogyha kicsit jobb módú vidékre megyünk, akkor a jóságát vetjük össze a miénkkel, és rosszul érzik magunkat, hogy mennyivel jobb az élet. Ha a másik irányba, akkor meg jól érezzük magunkat, hogy hát azért mi vagyunk fölül. Szóval ezt akartam csak mondani, hogy a modern nemzetállamok kialakulásával nagyon elmérgesedett a viszony a népek, a nemzetállamokban szervezett népek között, szükségtelenül. Ennek időnként olyan szélsőséges formái nyilvánultak meg, mint a II. Világháborúhoz vezető út. Amikor ugye, hát végülis a nácik, azok kitalálták, hogy ők, a náci Németország, hogy ők biológilag is mindenki fölött vannak. Ők egy szuperlények, és mindenki csak alacsonyabb rendű ember. Hát ez már mondjuk a végső stádium. Nem a régen volt sajnos, 70-80 évvel ezelőtt. De lehetséges volt, hogy idáig eljusson ez a nemzetállami, a világ nemzetállamokban rendezett közösségének a belső ellenségeskedése, ami nem pusztán abban állt, hogy területet akar, hogy egy elit mondjuk meg akar hódítani egy újabb területet, az a dinasztikus háborúknak a logikája, hanem hogy a népek szerettek volna a többi népet maguknak alávetni, mert hát lenézik őket. Ezek a sebek nagyon, de nagyon nehezen gyógyulnak. Az Európai Unió megteremtésének az volt a feltétele, hogy a franciák és a németek ne gyűlöljék magukat egymást annyira, mint a múltban. Ez a gyűlölet egyébként az első világháborúban mélyült el, tehát már ott fajelméleti formában fejeződött ki. A franciák úgy tekintettek a németekre, mint alacsonyabb rendű emberekre, és viszont a francia és a német értelmiség java is nem csak történészek, hanem Thomas Mann, meg egyebek is így gondolkodtak. A Thomas Mann, olvassák el, roppant érdekes, magyarul még egyszer kiadták, egy polgárem, most nem teszem be a címe, háború végén írt, egész háború alatt írta, 17-re fejezte be ezt a munkáját, egy polgár, már nem lesz a címe, és az arról szól, egy egész teóriát
kelekít ki benne Thomas Mann, hogy miért magasabb rendű a német kultúra, mint a francia. Mert az kultúra, embernek csak civilizáció, ugye ez a fogalommal ilyen. Aztán szerintem utána Thomas Mann egyfolytában vezekelt, mert maga is elszégyelte magát, hogy idáig jutott, pedig ez nem akárki volt, ez nagy humanista volt mindig is. Tehát az első világháborúban megindult az, hogy ez a két mérvadó nép Európában, a franciák és a németek, hogyan tekintenek egymásra. Borzasztóan lenézték egymást, megvetették egymást. A második világháborúhoz tartó folyamatban ez a dolog tovább fokozódott. Tehát azért nehéz közös európai tudatra eljutni, mert ezt a hagyatékát a közelmúltnak, ezt kellene feldolgozni, elhagyni, hogy mindenféle előítélet nélkül belefeledkezzünk a közös európaiságunkba. És nagyon nehéz elfelejteni, hát mi el tudjuk felejteni Trianont a többieknek itt körülöttünk? Olyan könnyű ezen túllépni, hogy mi csak vesztettünk, ti meg csak nyertettek, ők triumfálnak, mi meg búslakodunk. És ennek mondjuk, csak egy újabb példát mondok, ezt olyan könnyű félretenni, amikor mondjuk szlovák-magyar, román-magyar, szerb-magyar, horvát-magyar viszonylatban szeretnénk, akarunk előítélet nélkül barátkozni, azonosulni egymással? Mindenki ezt a kérdést szónoki kérdésnek szántam, mindenki mondjon rá egy választ, hogy nem. Nagyon nehéz félretenni. Szeretlek én téged, de hát azért itt van egy probléma. Na ez egy hogy is mondjam, csak egy eleme annak, hogy hogyan kerül ösztönösen szembe ember emberrel, amikor egy közösség tagjaként viselkedik. És ezt a könyvet egyébként ki fogjuk sorsolni. Minden ilyen alkalommal a szerző egyik könyvét kisorsoljuk, majd ez azért kaptak tombola jegyeket a résztvevők, amikor beléptek az ajtón. És mivel ennek a címében benne van a transznacionális, és most arról beszéltünk, ami esetleg félreérthető lenne, hogy magára a nemzettudatra gondolva írtad teljet ezt címként, hogy transznacionális, nem erről van szó, hanem itt a történetírás transznacionális szemléletéről van szó. Mondanál erről pár szót, hogy ezt viszont miért tartott fontosnak? Ennek a kiinduló pontja az, hogy kritikusan viszonyul az ember a szellemi feltételeihez, ahhoz a világhoz, amiben felnőtt, amit természetesnek tart, megpróbálja magát kívül helyezni, nem azért, hogy lerombolja, hanem csak azért, hogy ne legyen a fogja továbbra is, feltétlenül. Ez a reflexiós magatartás megnyilvánulhat a nemzethez való viszonyomban is, intellektuális viszonyomban is, szellemi viszonyomban is. Azt gondolom, hogy továbbiakban, hogy nem feltétlenül természetes dolog mindaz, amit a nemzet, közösség, nemzeti identitás sugall, a nemzeti közösséghez tartozás visszaigazol a számomra. Valóban a történelem az csak nemzeti történelem? Az tényleg úgy zajlott, hogy a modern nemzeteknek minden, ami előtte történt, logikus előzménye? Minden, ami 500, 1000, stb. Évezőt történt, csak azért történt, hogy a jövőt ebbe az irányba tolja előre? Ez egy teleológikus történeti magyarázat. A teleológikus történeti magyarázatok meg szemléletek a legnépszerűbbek. Lényegében bele van kódolva az európai kereszténységbe, az is teleológián alapul. A Jézus majd egyszer föltámad és megoldja a létünk megoldatlan problémáját ezáltal. Tehát haladunk ebbe az irányba. Ez mikor következik be, nem tudjuk. De ez is egy teleológikus gondolkodás. Az európai gondolkodás teljesen teleológikus. Most a történetírás a nemzeti paradigmával, és erre az ösvényre rálépett, tulajdonképpen a modern nemzetek a történelem céljának végeredmény, tehát az óhajtott és vágyott céljának megfelelő képlet.
Végre létrejött, ez mégis egy ilyen hegeli utángondolás, végre létrejött az, ami mindig benne volt ígéretként vagy reményként a történelemben, hogy létrejönnek a modern nemzetek. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Van egy történet szemlélet, amely a professzionális szakszerű történet szemléletnek lényegében a fogalmi kerete, ez a historizmus. A historizmus a 19. században porosz német kézen formálódott ki, és eleinte még nem is kapcsolódott szorosan a nacionalizmushoz, mert Leopold von Ranke, aki ez többnyire kötik például a historizmust, gyakorlatának, nem az elméletének, a gyakorlatának, kevés elméleti írást jegyzettő, egy kötetbe belefér, ki szokták adni, hanem, mert amikor Leopold von Ranke ezt kigondolta, akkor még nem volt egységes Németország. Már a második nemzedéke, az ő tanítványai már a egységesítés, a német egységesítés korában éltek, meg aztán az egységes Németország korában, amit maga a birodalomnak tekintett, a kortársak annak tekintették, azok már összekötötték közvetlenül a historizmust a nacionalizmusra, de a Ranke még nem. Viszont a historizmus azt tanítja, hogy ezt Ranke így fogalmazta meg, hogy mindenkor egyforma közelségben vagy távolságban van az Istentől, már Isten hívő ember volt, tehát azt gondolta, hogy végülis a gondviselés mozgatja a dolgokat, de csak ennyi volt a belőle, ami teológikus, vagy teológikus. Szóval mindenkor egyformán távol vagy közel van az Istenhez, vagyis önértéke van. Önértéke van, és amikor a történész megpróbálja rekonstruálni, megismerni, elbeszélni azt a múltat, akkor ebben a saját kontextusában kell azt szemlélni. Nem szabad olyat visszavetíteni, ami később történt, nem szabad olyat elvárással közelíteni felé, ami akkor még nem is volt ismert, és itt a tehát ez a kontextualista szemlélet a historizmusnak, ez egy nagyon vonzó megközelítése, mert a visszavetítések, a torzítások, stb. Azoknak elejét veszi. Az egy más kérdés, hogy meg lehet-e ezt tulajdonképpen következetesen valósítani. Szerintem nem lehet megvalósítani, mert először is nem orientál. Hogyha nekik az volt a természetes, hogy boszorkányok már pedig vannak, és azokat meg kell égetni, akkor nekem ehhez csak is kritikai lehet a viszonyom, ugye? Na de ezt én mostan hogyan mondjam el, hogy hogyan képviseljem történészként? Igazoljam az ő boszorkány hitüket? Megértem őket? De hát ez egy határig megy csak. Tehát nem állíthatok el egy olyan történelmet, ahol minden rosszat igazolok. Vagy úgy mesélek el, hogy úgy magyarázom meg, hogy ezzel elfogadhatóvá is teszem. Tehát valójában a historizmus, miközben egy roppant hihető és elfogadható múltképet követel vagy sugalmaz, mindent a maga mércéjével mérjünk, nem teszi lehetővé, hogy egy lineáris történetben adjam mindezt elő. Márpedig a nemzeti történeti írás egy lineáris történet. Arról szól, hogy nekünk egy időben folytonos sztorink van, amely átível ezeken a struktúrák, ezeken a kontextusokon, azok fölött ível át, és azok fölfűződnek erre. Mi mindig ugyanazok vagyunk. A historizmus meg ennek az ellenkezőjét tanítja, hogy az ember mindig más. Mindig, tehát valójában a múlt az egy idegen ország, van is egy ilyen könyv, egy angol történész írta, egy idegen ország, tehát mi mindig a tőlünk különbözővel foglalkozunk. A lineáris történeti elbeszélés viszont azt követeli meg, hogy a hasonlóságokra fűzzük föl, mert csak így tudjuk elbeszélni folyamatosan ugyanazt a múltat. A népnek, ugyanannak a népnek
egy lényegében azonos fonalon futó történetét. Miért is mondom mindezt, a mióta kiinduló kérdés? Hogy a transznacionális az itt a történet írásra vonatkozik, ja, igen. És nem a igen. Nemzettudatra. Ezt a dilemmát látjuk, ezt a problémát látjuk, minden generáció valamennyire tisztában vele, hogy a történetírás két egymással ütköző eljárást kénytelen ötvözni, és különböző rossz megoldásokkal teszi ezt. Tehát van, ahol mondjuk olyan irányzatokra beszélek, mondjuk, mint a mikrotörténeti írás például, amely elfogadja a historizmust egy az egyben. Azt mondja, hogy csak kontextusok vannak, csak a saját létfeltételeikben vizsgálható és érthető meg a múlt. És ezt nem szabad, nem lehet általánosítani, transzcendálni, kivetíteni hosszabb időtávra. Az a fajta történetírás viszont mondjuk, amit a nemzettörténetek szintetikus látásmódban, holisztikusan, tehát hogy egybelátja a nemzet, azok viszont tulajdonképpen kénytelenek félre söpörni ezt. Azt mondom már, hogy ez mind igaz, de érdektelen, nem lényeges. A lényeges az, hogy van egy folytonos államfejlődés például. Az állam mindig ott van, és az állam az mindig egy etnikai csoport, a magyar etnikai csoport, vagy a francia, vagy a némethez tartozik, és ez az a vezérfonal. Hát tulajdonképpen a millennium korában a magyar nemzeti állameszme ünneplése folyt, és mi itt alkottunk egy akkor valószínű 40-50% közötti nemzeti kisebbséget a saját országunkban, a Magyar Királyságban. Ezért arra nem lehetett építeni az időbeli magyar szupremácia elvét, hogy etnikailag mi voltunk itt a többség. Mert lehet, hogy valamikor azok voltunk, de már 200 éve nem, hát a 18. század óta nem. Viszont azt lehetett állítani, hogy a hatalom mindig a mi kezünkben volt, az állam. És akkor minden kontextus lényegtelen, ami önmagában tenni érthetővé a múltat. Csak ez fontos, az állami folytonosság. Hát szóval az a probléma, hogy így a történész akármelyik utat választja is, képtelen megfelelni minden elvárásnak. Egy nacionalista politika a lineáris történeti elbeszélést irán támaszt igényt. És ennek felel meg minden szintézis. A Romsics Ignác legújabbja is nyilvánvalóan. Mert ebből nem lehet kitérni, ebből a logikában nem lehet. Ha viszont én lemondok erről, akkor azt mondom, hogy mint nemzeti történelem, mint ilyen egységesen elbeszélhető sztori, lineális történet, ilyen nincs. Vagy ha van, akkor az nekem nem smakkol. Én ezt nem tekintem tudományosan értelmes programnak. Tudományosan értelmes programnak azt tekintem, hogyha olyan térbeli kiterjedésében vizsgálom a kérdést, amely a historizmus logikájának megfelelően akkor így volt. Lehet, hogy tegnap azelőtt nem így volt, lehet, hogy azt követően nem így volt, de egy adott időpontban a történet mindig időhöz kötötten vizsgálódik. A kronológiai terep az egy kalitka, a szám egy kötelező kalitka. Mindig meg kell jelölnie már címében az írásának, hogy mely századról van szó, évszámokat kell feltüntetnie. Tehát kronológiailag teljesen meg van kötve a keze. De nincs feltétlenül megkötve a keze a térbeliséget illetően. Na, ez a transznacionálisnak a lényege. Ezen a példán tudtam talán bemutatni. Azt mondom, hogy család jelenségével szeretnék foglalkozni. Most például az intézetemben van egy nagy projekt, ami ezzel foglalkozik.
egy lendület projekt. Nemzetközi vonatkozásai is vannak, de nagyon sok kutató dolgozik benne. Család. A család problémája az roppant sok kérdésre bontható, tudom én, a házasság, később a válás, az megözvegyülés, újraházasodás, a gyerekhez való viszony, a férfi-nő kapcsolat, szóval millió izgalmas probléma. És nézzük például azt, hogy hányan élnek egy fedél alatt, ugye ez a család és a háztartás meghatározásának a kritériuma, mert az egy fedél alatt élők alkotnak egy háztartást. És ezt vizsgáljuk. Ezt mondjuk típusokba szeretnénk rendezni, hogy van. Hát régen úgy mondták, hogy kis család, nagy család, de azóta már szofisztikáltabban beszélnek, hogy kiterjesztett család, ilyen kiterjesztett család, olyan kiterjesztett család, mag család, szóval ilyen típusok, együtt élő típusok. És ki fog derülni a történés számára, hogy egy-egy ilyen típusnak az elterjedése, az váltakozóan regionális. És olyan regionális kiterjedése van ennek a társadalmi típusnak, amelyik más társadalmi jelenségeknek nem feleltethető meg. Tehát egyszerűen nincs egy koherens képem nekem arról, hogy a társadalomban más jelenségeknek mi a térbelisége. Mert nem ezt követi. A térbeliség az nem igazodik politikai határokhoz. A legkevésbé nemzeti határokhoz. Még akkor sem, amikor pedig elég sok feltétel adott már ahhoz a modern korban, hogy beleszorítsák ebbe. De még akkor sem történik ez meg. A társadalmi jelenségnek van egy a politikai rendelkezési hatalom által kijelölt tértől független térbelisége. Hát a transznacionális történet szemléletnek az a lényege, hogy megpróbálja ezeket a valóságos térbeli formációkat megtalálni, rekonstruálni. Független attól, hogy Magyarország határai hol húzódtak akkor, meg hol húzódnak most. Tehát olyasmi ez, hogyha jól értem, két dolog jutott eszembe. Egyrészt, amikor mondtad, vagy beszéltél erről, hogy az egyik az antropológiai szemléletnek a megjelenése, tehát az, hogy úgy abban a kontextusban kell vizsgálnom, abban az eszmerendszerben, abban a gondolatkörben, abban a kulturális háttérben, amiben ők akkor gondolkodtak. Tehát ez nekem ahhoz hasonlít, mint amit ahogy egy antropológus dolgozik. Másrészt meg, mint hogyha ugye ez a regionális szemlélet, ez meg ami azt gondolom, hogy a néprajzban, például az összehasonlító néprajzban jóval korábban megjelent, meg nyilván a nyelvi régiók kutatásában is jóval korábban megjelent, és hát a néprajzban nagyon nagy felfedezéseket hozott. Tehát, hogy amiről azt hittük, hogy az ősi magyar hiedelem világ, ugye Pócsébának a kutatás, hogy az ősi magyar hiedelem világnak a része, arról kiderült, hogy a balkáni népektől való kölcsönzés, és így tovább. De ebből számtalan ilyen példát így legyen. Van. Hát ezért van az, teljesen ez annyira találó volt, hogy a történeti írás tulajdonképpen kezdi elveszíteni az arculatát, az eredeti arculatát. Az eredeti arculata az, hogy a nemzet történelmét, mint egységet, az egy lehatárolt valami. Mindent annak a keretei között értelmeztünk, vagy értelmeztek a historikusok. Mert hogy a nemzetállam építés jegyében ez szűnt számukra természetesnek. Hogyha ettől eltekintünk, akkor a néprajz is dolgozik mondjuk egy térfogalommal. A néprajzi kultúra fogalma írja ezt le. Ugye? A népszokások, a tárgyi kultúra, a folklórnak, vagy a Bartók, ahogy megtalálta a regionális dalkultúrákat, stb. Ezek köthetők is voltak, meg nem is például etnikai csoportokhoz, nem feltétlenül. Tehát teljesen szeszélyesen alakulnak. A nemzetihez meg a legkevésbé. Az a legkevésbé. Egyrészt egy adott nemzeti kereten belül, térbeli lehatároltságon belül pluralis, tehát sokféleség van, másfelől pedig átnyúlik a határokon. És a harmadik, analógiák is vannak. Tehát amikor a történeti demográfiában az a tendencia érvényesült kutatói szándék
60-as, 70-es, 80-as években, ez egy kvantitatív tudati demográfiai kutatás volt, hogy a családformákat úgy azonosították, tipologizálták, leírták, és akkor keresték, hogy ezek hol fordulnak elő, akkor az analógiával szállkoztak a történészek azzal, hogy mit tudom én, Európa különböző pontjain teljesen hasonló formákra bukkantak. Semmi közvetlen kapcsolat ezek között nem volt, nem hatottak egymásra, egymástól függetlenül. Akkor nyilvánvalóan nem az, hogy miért így alakult az élet, nem abból kellett megérteni, hogy hogyan adottak át közösségek között a minták, a viselkedési minták például, vagy a választható opciók, hanem azokat a helyi kontextusokat kellett kideríteni, hogy azok miért felelősek így, vagy miért azok felelősek, azok hogyan felelősek ezért. Tehát egymástól függetlenül. Na most ebből nem jön létre nemzeti történelem. Ez nyilvánvaló. Én nem akarom azt sugallni, hogy az ilyen szemléleti megközelítés az betölti azt a funkciót, amit a nemzeti történetírás be tud tölteni. Mert ez mondjuk nemzeti önbecsülést, nemzeti identitást, önazonosságtudatot, hát azt nem tud nyújtani. Ez nyilvánvaló. És ez akár veszteség is lehet. Én nem vagyok nihilista, azt mondom, hogy erre nincs szükség. Viszont ezek, hogy is mondjam, csak részben értékválasztások kérdését is jelentik, hogy én nekem az-e a fontos, hogy a munkámmal megerősítsem az éppen gyengülőben lévő nemzeti identitást, és arra ösztönözzem az embertársaimat, hogy több gyereket szüljenek, mert ez egyébként nagyon integráns része a nemzeti tudatnak, hogy miért olyan fontos, hogy demográfiak virulensek legyünk. Szerintem azért olyan fontos kérdés ma is, mert a 19. században a demográfiai átmenet egybeesett véletlenszerűen, egybeesett a nemzetállami építéssel. Vagyis tehát, amikor napjenden volt a erős nemzeti közösségek létrejötte, akkor történetesen, de más okok miatt éppen demográfiai átmenet volt, vagyis nagyon magas volt a fertilitás. Viszonylag magas volt a fertilitás, különösen a halálozási arányhoz képest, ami gyorsan javult. Ez egy véletlen egybeesés volt, na de ebből az következett, hogy ennek a kettőnek az egybeesése egy természetes együvé tartozást sugalt. Azt sugalt, hogy az az erős nemzet, amelyik gyorsan szaporodik. Na most ez megszűnt, 20. század elején megszűnt, mert a demográfiai átmenet teljesen függetlenül a nemzetfejlődéstől megtorpant, és így visszaállt az egyensúly. És ettől kezdve van a nyavajgás. Ettől van sorskérdések, nemzeti sorskérdések. Magyarországon nem roppant meg a nemzeti identitás, hanem egész egyszerűen egy objektív demográfiai folyamat vonalát követte ez a társadalom is, mint az összes nyugat-európai, ahol azóta is negatív ugye a születésszám, illetve a természetes szaporodás. Ezt lehet nemzeti kétségbeesésként tálalni, csak éppen nincs természetes okszági összefüggés a kettő között, de az ideológiában igen. Jó. És azt sem vitatom, hogy a nemzeti identitásra lehet appellálni, hogyha azt szeretné egy politikai akarat, hogy visszaálljon ez a magas termékenység, nem fog visszaállni egyébként, mert már régen túl vagyunk a demográfiai átmeneten, és az a fajta demográfiai átmenet nem ismétlődhet meg, ami egyszer volt. Egyszer nincsenek meg a feltételei. Ezért nem lehet pusztán a nemzeti tudatra appellálni, akár történeti érvekkel sem, hogy megváltoztassuk az emberek viselkedését, értékrendjét. Hát szóval azt gondolom, hogy ezek opciók. Egyes történészek, egyes szellemi emberek úgy gondolják, hogy nekik az a dolguk. Körülöttem is sok ilyen van, például a főnököm is ilyen. A mások pedig úgy gondolják, hogy historisták akarunk lenni, tehát a historizmus komolyan vesszük,
És azt szeretnénk egyébként úgy rekonstruálva, hogy megkonstruáljuk, mert az a rekonstrukció, az mindig konstrukció is persze, hiszen az egész téma egy művi dolog, hogy én kitalálom, hogy mi a témám, a módszerek, amiket alkalmazok, azok műviek, stb. Stb. De mindegy, hát a rekonstrukcióhoz is a konstrukción keresztül jutunk el, és aztán, amikor ezt megfogalmazzuk, na akkor aztán nagyon konstruálunk, akkor elmondunk egy történetet, ez nyelvet használjuk, szavakat használunk, felépítjük a történetet. Sőt, vannak sugalmazott mondani valóink, amelyek jegyében tesszük ezt, ugye? Például az, hogy én az igazságot akarom elmondani maguknak, az is egy művi dolog. Miért pont az igazságot kell elmondani? Miért nem mondhatnám el én mondjuk azt, ami lelkesítő? Tehát ez egy értékválasztás. Ha én elkötelezem magam, amelyet az igazságról beszélek, akkor egy bizonyos irányba haladok. Ha elkötelez a 2-3-4-5 generáció előbbi történészek, azok azt gondolták, ezt szoktam is idézni őket, hogy az igazság az abban van, hogy nemzet. Minden, ami a nemzetnek jó, az igaz. Ugye? Tehát, hogyha ki tudom mutatni a nemzet egy dicsőséges múltat élt, akkor én föltártam a történelmi igazságát. És ezt ők, ez az akadémiai tudomány, ez nem kóklerek mondták, ezt a 19. század végi, 20. század elejé, vagy első felének a legjobb magyar akadémiai tudósai, de nem csak a magyar. Tehát ezek valójában mind-mind értékválasztások. Hát én úgy gondolom, hogy ez nekem nem misszióm. A nemzeti közösség az vagy megvan nélkülem is, az én töltetírásom nélkül is, vagy ha nincs, tehát hogyha nem tudok, ha az nem tud segíteni rajta, akkor már egye meg a fene, akkor mindegy, akkor haladjon abba az irányba, ahová haladnia kell. És ezt én bizonyos tekintetben önáltatásnak, vagy illúziókeltésnek gondolom. Ez épp olyan jogos, mint a másik opció. Én nem vitatom, hogy az az opció is jó. Csak nem az enyém. Hát engedtessék meg nekem az, hogy ne egyformaként kezeljem a történészeket. Az egyik történésznek ilyen az értékrendszere, a másiknak olyan az értékrendszere. Ebben még az is belefér, hogy valaki egész egyszerűen mondjuk egy regnáló hatalom direkt utasításainak felel meg. Ez most elég gyakori. Tehát egész intézetek épültek ki az utóbbi években, amelyekről pozitívet tudjuk, tapasztaljuk, hogy azt mondják, amit a politikusok tőlük várnak. Beszédeket írnak nekik. Én most éppen egy intézet igazgatóról gondolkodom, aki igen ismert személy, de nem mondom ki a nevét, aki hetente felavat egy emlékművet, és így tovább. Ha kell, akkor a migránsokzásba is beszáll, megtette. És ez egy akadémiai tudós, ott szoktam vele ülni egy bizottságba, annyira intézményesült figura. Ez is egy választás. Tehát nagyon széles a paletta. Hát ki milyen? A transnacionális történetírás szerintem egy nagyon érdekes kísérlet. A világban ma ez van a levegőben. Tehát mindenhol transnacionális történetírást akarnak csinálni. Hogyha én meg akarok nyerni egy pályázatot, egy nemzetközi pályázatot, akkor lehetőleg, ha nem azt csinálom, akkor is írjam oda, hogy transnational, mert csak ezzel fogom megnyerni. Mondok, hadd mondjak egy példát. Néhány évvel ezelőtt elmentem a világkongresszusra, néha ott megfordulok, hát sose voltam még Kínába, ez volt a főleg, ami vonzott. És kár, hogy nem hoztam el a programfüzetet, a 3 éve volt. Hogy jó kifejező, hogy mi van a nemzetközi történeti gondolkodásban. Nem volt olyan szekció, amelynek a címe ne úgy kezdődött volna, hogy transnational. Mindig a transnational volt a téma, vagy a lehetséges szempont, mert ez valószínű, hogy extremitás. Egy divat is. Nyilván. De minden extremitás letisztul, és marad valami utána, ami fontos, ami jó. Megváltozik például a viszonyunk ahhoz, hogy mennyire csak nemzeti gondolatokat, nemzeti keretben való gondolatokat próbáljunk továbbadni. És ez jó, mert ez rugalmassá teszi az embert.
Fölfedezi azt, hogy hát ez egy provincializmus, amit eddig csináltunk. Ez a provincializmus nagyon sok intellektuális hátránnyal jár, tehát buták maradunk tőle. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy ez a legjobb végszó, hogy buták maradunk tőle. Úgyhogy én inkább arra szeretném átfordítani, hogy aki viszont elolvassa a könyvet, abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy megnyeri, az biztos, hogy nem marad buta. Szerintem a többiek sem maradnak ezután a beszélgetés után, és amit ugye ez a beszélgetés úgy terveződött még októberben, hogy akkor is erről, akkor ténylegesen erről a könyvről, egy könyvbemutató kapcsán beszélgettünk itt Szegeden a Magyar Könyvkiadók napján, és akkor csak egy fél óránk volt, vagy 20 percünk, és úgy tűnt, hogy hát nagyon nem fértünk bele, és szeretnénk folytatni. Most ezután nekem úgy tűnik, hogy még nagyon sok beszélgetés témája van nekünk hátra, amit nem tudtunk érinteni. És ahogy professzor úr is mondja, most mielőtt én a könyvet a szerencsés tulajdonosnak majd, akit kisorsolunk, átadnám, azelőtt azért természetesen a közönségé a szó.